Justin Haber 2009 és 2011 között összesen 33 alkalommal védte a Ferencváros kapuját. A 38 éves máltai válogatott labdarúgó még most is aktív, a Gzira United kapusa, ám mielőtt pályára lépett csütörtökön az Európa Ligában, meglátogatta a Máltán Bajnokok Ligája selejtezőt játszó csapatunkat, amelyet mélyen a szívébe zárt. Ferencváros, for me it's like my second home. A Ferencváros a második otthonom. 20 év alatt egyetlen olyan csapatban sem játszottam, amelynél ennyire szívesen fogadtak volna. Még ma is nagy szurkolója vagyok a Fradinak, megtiszteltetés volt nekem és a családom számára is, hogy részese lehettem egy ilyen nagy klubnak. Az első emlékem a Fradiról 2003-ból származik, akkor 22 éves voltam és a Birkir Karával éppen a Ferencváros ellen játszottunk, az ellenfélben pedig ott volt Dragóner Attila, Rósa Dénes és a híres csapatkapitány Lipcsei Péter is. 6 évvel később pedig odaigazoltam és megláttam őket az öltözőben. Olyan volt, mint egy tündérmese. I go to Ferencváros and I see them in the dressing room, so it was like a fairy tale. Haber szép emlékeket őriz az Újpest elleni derbikről is, és nagyon jól esett neki, hogy klubunk felkereste őt a máltai látogatás alkalmával. I remember for sure the song, you know, Ali Ali o. Az Újpest elleni derbikről sok emlékem van, elsősorban az a dal, ami úgy kezdődik, hogy Ali 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 o. Az volt a kedvencem. Az első meccsem éppen ellenük volt, és sajnos kikaptunk. Vezettünk, majd fordított az Újpest, így nagyon szomorú voltam, de az atmoszférát sose felejtem el. A két csapat közti rivalizálás elképesztő, életem egyik legnagyobb élménye volt. A Ferencváros egy óriási klub, én meg csak egy egyszerű futballista vagyok Máltáról. Amikor kiderült, hogy a Fradi Máltára jön, Berzevici Attila írt egy üzenetet, hogy találkozzunk, ha itt lesznek. Ez óriási megtiszteltetés volt számomra, hogy egy ilyen nagy klub így emlékszik egy korábbi máltai játékosára. A Fradi a legnagyobb klub, amelyben valaha játszottam. Persze a Sheffield United is hatalmas csapat, de a Ferencváros nem csak egy klub, hanem egy igazi család is a játékosok számára. Máig vannak szurkolók, akik írnak nekem is, kíváncsiak rám, ilyen sehol máshol nincs. Amikor a barátai Magyarországon járnak és a taxisoknak mondják, hogy máltaiak, akkor is előkerül a nevem, és erre nagyon büszke vagyok. A Fradi család rengeteg felejthetetlen élményt szerzett Habernek, igaz, az emlékei között vannak olyan történetek is, amelyeken akkor nem annyira nevetett a kapus. Rengeteg sztorin van abból az időből, igazi család voltunk, nagyon kemény munka folyt, de amikor csak lehetett, viccelődtünk valami. Kedvenc történetem egy téli eset volt, havas pályán játszottunk felkészülési találkozót, én meg máltai vagyok, láthatjátok itt milyen idő van, nem voltam ehhez hozzászokva. Mondanék csúnyábbat is, de az egyik idióta csapattársam adott egy krémet a meccs előtt, csak azt elfelejtette mondani, hogy ebből elég egy kicsit feltenni. Én meg rákentem az egészet a lábamra. Lejátszottam a mérkőzést, akkor még minden rendben volt, de utána úgy égett a lábam, hogy órákig hideg vízben kellett áztatnom. Szóval néhány ilyen sztori velem marad örökre, vannak más történeteim is, de azokat nem merem elmesélni, ahhoz túlságosan is tisztelem őket. I have other stories, but I can't tell them because some respect to the other players. Korábbi kapusunk búcsúként néhány kedves szóban üzent a klubnak, a szurkolóknak és a korábbi csapattársaknak is. If I can take this opportunity to... Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a Ferencvárosnak, hogy amikor az országomban járt, megkeresett, hogy találkozzunk. Sok élményt újra eszembe juttatott ez az alkalom, szeretném üdvözölni a szurkolókat is, és sok puszit küldök nekik, valamint szeretnék köszönni a korábbi csapattársaimnak is, akiket még mindig a szívem mélyén őrzök. Nagyon remélem, hogy a Fradi bejut a BL csoportkörbe, remélem fenntartotok nekem egy szép helyet abban a gyönyörű stadionban. Hajrá Fradi, és sok sikert a következő körben! Hajrá Fradi, and good luck for the next round, yes?